Üdvözlök mindenkit az Unboxing csatornámon, a mai nap folyamán szeretném bemutatni a régi rolleremet, mert most nemrég lett egy új, viszont róla is szeretnék pár szót elmondani. Ez egy nagyon régi boltba vett madaras teszkós roller, amit még máig ugyanúgy szépen karbantartok, ugyanúgy használom, ugyanúgy lehet vele rollerezni. És nemrég vettem rá egy ilyen zöld színű csengőt, itt csináltam rá egy ilyen kameratartót, ilyen akciókameratartót, volt festve is, le is festettem szépen feketére, ahogy kinéz, meg meg is zsíroztam nemrégen, úgyhogy lehet használni, viszont onnan hiányzik hátulról a fékező, de az nem olyan nagy gáz, viszont ide lent, hogyha itt megnézzük, megcsináltam rugóssá, hogy ott van a tartó, úgyhogy így néz ki a roller, szép fekete-fehér színű, ott van egy ilyen C betű, ez egy ilyen reklám rajta, de nagyon jó, itt van felépítve, itt van az akciókamera tartó, innen hiányzik egy ilyen műanyag, de ezt majd orvosolni fogom, itt van a csengő, 100 kilót bír, úgyhogy így körbejárom is. Egy nagyon jó roller, nagyon szeretem. A múltkor, amikor megzsíroztam, akkor a kerekét is szépen megtakarítottam, most azért ilyen szép fehér, úgyhogy karban van tartva, hiába régi az első rollerem, úgyhogy ezt nagyon szeretem. És ennyit, amit elmondtam. Egyszer megcsináltam neonosra, csak sajnos az a neon az leesett róla, de az már elég régen volt, úgyhogy ez az én régi rollerem. Nagyon szeretem, mindig használom, most is kijöttem vele rollerezni, úgyhogy szerintem a következő videóban a legújabbat fogom megmutatni, mert van egy újabb. Szép napot mindenkinek, sziasztok!